Az új kazinci baráti kör lokális közösségépítő munkásságáról már beszámoltunk korábbi adásainkban. A Vidám Társaság idén is népes, szépkorú vendégsereget mozgatott meg a Senior Sportkavalkád keretében. Ez egy nagyon nagy rendezvény. Hetedik alkalommal rendezzük meg a Senior Sportnapot, a Nyugdíjasok Sportfesztiválját. 2017-ben volt az első, minden alkalomkor zárt térben, sportcsarnokban rendeztük. Ez a második, tulajdonképpen még próba a szabadtéri. Nagyon-nagyon élvezi mindenki, sokkal többen vagyunk, mint korábban. Az első rendezvényen 7 település, 250 nyugdíjasa volt, most pedig 17 település, körülbelül 350 fővel. Civil közösségi szolgáltató központok, azok pont arról szólnak, hogy ingyenesen, díjmentesen szolgáltatunk a civilek számára, tanácsadással, ha kell az emberi fizikai erőnkkel, ott vagyunk. Ilyen értelemben, hogy civilek napja van, már teljesen indokolt, hogy itt vagyok, és hálás is vagyok a meghívásért. Kazinc Balcikán még nem voltam rendezvényen, úgyhogy mindennek megvan a maga premierje, ugye. És hát itt látom, éppen a látókörömben van körülbelül, nem is tudom, 200-300 nyugdíjas, akik itt összejöttek, és ma sportolnak, pihennek, jól érzik magukat, úgyhogy ilyenek kell lenni a civil életnek. Hálásak vagyunk az új kazinci baráti körnek, hogy ezt egészet megszerezték a hetedik, és vagy a hetedik alkalommal a Senior Sportkavalkádot. Szerintem nagyon sikeres rendezvény ez. Nagyon fontos a közösségek ereje, nagyon fontos az, hogy mi is odafigyeljünk a rendőrség az idősekre, különösen az egyedül élőkre. Kiemelt fontosságú országos rendőrfőkapitányságnak is intézkedési terve van az idősek védelmében, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak a bűncselekmények tekintetében. Ezért mi is természetesen fontosnak tartjuk, hogy itt lehessünk. Élő közösség van itt Kazincbarcikán. Én azt gondolom, hogy nagyon sok egyedül élő nyugdíjas van, akik számítanak a közösségre, kiszolgáltatottak lennének ennélkül. Bűnmegelőzési műsorral, vetélkedővel készültünk, illetve van egy kis meglepetésünk is, tombolára hoztunk közbiztonsági, bűnügyi biztonsági eszközöket, amelyeket ki fogunk sorsolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó színvonalos rendezvény lesz. Úgy neveltek, hogy jó szívek legyünk, úgy neveltek, hogy adni kell, nem csak kapni kell, adni is kell, szívból kell adni, azt kell szeretni az embereket, mert az emberek attól fogadnak jó indulatú emberek, sőt még az ellenséget is kérni, ha szeretni, mert a jó lenni mindenkivel ez elég jobb dolog. Szoktam mondani, hogy én teljesen segítőkész mindenkinek, én sosem nem visszautasítottam senkit. Bárkit kért segítség tőlem, mindig segítettem. Én igyekszem, hogy jó lenni mindenkivel, szóval nekem nincs ellenségem, én abszolút nem tekintek senkinek. Van, aki engemet nem kedvel, de én nem nézek el, hogy ellenség. De inkább én mondom őszintén, a magyar közösség nagyon-nagyon befogadó közösség. 10 alkalommal részt vettem én ilyen rendezvényeken, és soha nem tapasztaltam valami atrocitás, sem gyűlölet, amit igazán én, ahogy látnak, ellenkezőleg szívesen látnak, mint hogy nem látnának. Az új kazinci baráti körnek a meghívására érkeztem. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a baráti körrel, és ezért felkérést kaptam, hogy a munkáimból csináljak egy kis bemutatót. 5 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a technikával, Miskolcon voltunk egy örömünnep napon, és ott találkoztam a tanárnővel, akitől 5 éven keresztül tanultam ennek a technikának az elsajátítását. Szerintem egy nagyon pici kézügyesség kell hozzá, egyéb más nehézsége nincsen, türelem. Nagyon sok türelem. Akik ezeket a szobrokat megnézik, mindenki lát benne valami fantáziát, és amikor már egy-két ember megállít a stand előtt és megnézik, ez már nekem örömet jelent. Az agyunkat tornáztatni kell, a mozgás fontos, meg a közösségi élmény, leginkább a közösségi élmény. Együtt mozogni, együtt elfáradni, táplálkozni belőle, és várni a következőt.